6 fordulót követően a válogatott világbajnoki selejtezői miatt 3 hét szünet volt az első osztályú férfi kosárlabda bajnokságban. A nyíregyháziak még győzelem nélkül állnak a tabellán, így számukra mindenképpen jól jött a meccsek nélküli időszak. Így volt lehetőségük a szakmai stábnak és a játékosoknak arra, hogy dolgozzanak a hibák kijavításán. Ami egy kicsit hátrány volt, hogy a szlovák és a brit válogatottba is adtunk játékost, így nem tudtunk teljes létszámmal edzeni. Igaz, ezen a héten egészültünk ki a FIBA ablak miatt, de úgy gondolom, hogy akik itt voltak és egészségesek voltak, azokkal jó munkát tudtunk végezni. Bízunk benne, hogy ez látható is lesz majd a játékunkon. A szünetben egy légiósától megvált a nyíregyháza, J.C. Hillsman távozott, a helyére érkező új játékossal pedig némileg átalakul majd a csapat játéka. Azt hiszem, indokolt egy az a szereplésünk, a kettő pedig, hogy a pályán nem olyan dolgok mentek végbe, amihez szerettünk volna, és úgy érzem, hogy egy más típusú játékos kellett, aki labdával magabiztosabb, ügyesebb, illetve jobban tudja bontani a védelmet, illetve irányító poszton egy kicsikét le tudja venni a Darius Perryről egy kicsikét a terhet, és ezáltal megosztik a felelősség. De Marco Dickerson személyében egy ilyen játékosra látunk, aki zömmel kettes poszton játszik, de akár egyes poszton is bevethető. Tavaly a svéd ligában játszott, tehát van már európai tapasztalat, és reméljük, hogy segíteni fog nekünk a továbbiakban. Tavaly 6 vereséget követően egy 5 meccses győzelmi sorozatot produkáltak a cápák. Bazsó Bruno abban bízik, hogy a szünet után elindulnak felfelé a tabellán. Úgy gondolom, hogy a legjobbkor jött. Szeretnénk mindenképpen csapatként és egyénileg is javulni. Úgy gondolom, hogy ez a szünet ez segített is ebben, és reméljük a legjobbakat a folytatásban. A folytatás a Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzéssel indul. Az ETE 4 győzelemmel és 2 vereséggel a 4. helyen áll a tabellán. Nagyon jó szerepel az a Zalaegerszeg, ott nyáron egy teljes vérátömlesztés volt minden fronton. Úgy gondolom, hogy megtalálták azokat a légiósokat, akik tudják húzni a csapatot, illetve emellett úgy gondolom, hogy Keller Iván személyében egy olyan magyar, aki nagyon jó teljesítményt, közel 10 pontos átlagot tud hozni. Bő rotációjuk van, tehát egy 9-es, 10-es rotációval tudnak dolgozni. Úgy gondolom, hogy a Márkó be tud épülni, meg tudjuk őket majd lepni. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig kedden 20 óra 25-től láthatják a találkozót.